Fenntartja az ellenzék a bizalmatlansági indítványát, annak ellenére, hogy a kormány visszavonta a kifogásolt sürgősségi rendeletet. A liberális politikusok szerint a kormánynak le kell mondania, a szociáldemokraták azonban maradnának. A kormány lemondását az utca is követelte. Szoringrind Jánu kormányfő azonban még vasárnap azt mondta, demokratikus választás útján kerültek kormányra, nem érzi úgy, hogy le kell mondania. Az ellenzék által benyújtott bizalmatlansági indítvány procedúrái azonban folytatódnak. Az indítvány szövegét Katalin Prédójú liberális szenátor olvasta fel. A Dragnea és Tricianu urak által fenntartott kormány a románok biztonságát és legitim érdekeit veszélyezteti intézkedéseivel. A szociáldemokrata pártelnök Livio Dragnea szerint azonban semmi okuk nincs arra, hogy távozzék a kormány, a szerdai szavazáson pedig megkapja a koalíció pártjainak támogatását. Szerdán szavazunk a bizalmatlansági indítványról. Néhány kollégám hozzászólt a vitához, és ebben kifejtették, hogy teljes mértékben támogatják a kormányzás folytatását. Dragnea azzal vádolta Klaus Johannis elnököt, hogy az alkotmányos rend megbontására törekszik.